20 év fegyházbüntetésre ítélte a szekszárdi törvényszék első fokon K. Dánielt tavaly decemberben, aki brutális kegyetlenséggel ölte meg a saját 6 éves unokahúgát 2019 tavaszán Szekszárdon. Az akkor 18 éves férfi elhívta a kislányt a házuktól néhány méterre található patak partjára, ahol szexuális indíttatásból bántalmazni kezdte a védekezésre képtelen gyermeket. Egy térkővel verte szét a kislány fejét, ezután az áldozatot a patakba húzta. A kislány még lélegzett, amikor az arca elmerült a vízben. A pécsi ítélőtábla a másodfokon még súlyosabb büntetést szabott ki a férfira aljas indokból különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt. A fellebbezések folytán eljárt pécsi ítélőtábla a cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára és a minősítő körülmények nagy számára tekintettel a vádlottal szemben kiszabott büntetést 21 év, 11 hónap fegyházra súlyosbította. A vádlott elkövetéskori életkorára tekintettel a vele szemben kiszabott büntetésnél súlyosabb büntetést nem lehetett kiszabni. K. Dániel beszámíthatóságát többször is vizsgálták. A szakértők szerint a gyilkosság idején tudatába volt tette súlyának. A jogerősen megállapított tényállás szerint ugyan a vádlott enyhe fokú mentális retardációban, magatartászavarban és a tínédzserkori drogfogyasztás talaján kialakult fokozódó személyiségzavarban szenved, de ezek a betegségei nem érik el a kóros elmeállapotnak a szintjét, és a szakértői vélemények alapján cselekményét beszámítási képessége teljes birtokában követte el. Az ítélet jogerős, a most 21 éves férfi akár már 34 évesen szabadulhat, ha kitöltötte a büntetése kétharmadát.